Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban bemutatom neked azt az 5 dolgot, amivel a legtöbb pontot veszítheted el egy középfokú angol nyelvvizsgán. Ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megszerezni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézz rá a tréningemre. Nos, és akkor vágjunk is bele a mai témánkba, nézzük meg azt az 5 dolgot, amivel a legtöbb pontot veszítik el a diákok a nyelvvizsgákon. Nos, tudnod kell rólam, hogy én már több mint 15 esztendeje készítek fel diákokat különböző középfokú angol nyelvvizsgákra, nyelviskolánkban, egyénileg és különböző cégeknél, és nagyon gyakran megesik sajnos, hogy bár egy diák nyelvtudása megfelelő, tehát gond nélkül átmehetne a nyelvvizsgám, mégis a stressz és a vizsgadruk és a vizsgahelyzet miatt elkövet olyan hibákat, ami végül azt eredményezi, hogy megbukik. Ezért én elhatároztam, hogy összeírom azokat a dolgokat, amelyek miatt nagyon-nagyon sok pontot veszíthetsz el a nyelvvizsgán, éppen azért, hogy okulj belőle, és hogy te ne kövesd el ezeket a hibákat. Úgyhogy vágjunk is bele. Egyes, a legelső téma, kifutsz az időből. Nos, egy nagyon-nagyon klasszikus hiba, túl sok időt töltetsz el mondjuk az első néhány kérdéssel, azokat a legjobban szeretnéd, a legjobb válaszokat akarod adni ezekre a kérdésekre, és aztán nem marad időd arra, hogy rendesen és részletesen kidolgozd a többit, ezért végül egy befejezetlen, egy félig kész vizsgalapot adsz be. Nos, a helyes időgazdálkodás nagyon-nagyon fontos egy nyelvvizsgán. A felkészülési időszak során biztosan te is töltöttél ki próbateszteket, ezért pontosan tudod, hogy hány kérdésre számíthatsz a különböző témakörökben. Ezért én érdemesnek tartom azt, hogy eleve így tartalékolj és így gazdálkodj az időddel ennek az információnak a birtokában. De tudnod kell, hogy minden teremben van egy óra, vagy kifüggesztve, vagy kivetítve, éppen azért, hogy a diákok tisztában legyenek a hátralévő idővel, de a tapasztalataim szerint mégis nagyon-nagyon sok diák annyira elmerül a vizsgában, hogy egyszerűen fel sem néz erre az órára. Ha te is hajlamos vagy erre, ha te is közéjük tartozol, akkor van egy nagyon-nagyon egyszerű módszerem és trükköm erre. Egyszerűen vedd le a karórádat, vagy vigyél magaddal egy órát, és tedd oda közvetlenül az asztalra a vizsgalap fölé. Így egyszerűen elég lesz felpillantanod, és folyamatosan tisztában leszel a hátralévő idővel. Kettes számú probléma, nem olvasod el a kérdést alaposan. Nos, nagyon sok olyan ember van, aki bár jól tud angolul, mégis van egy olyan szokása, hogy azt látja, amit látni akar. Tehát különösen igaz ez egy stressz helyzetben, egy nyelvvizsgán, tehát hajlamos arra, hogy csak felületesen fussa át a kérdést, és bár pontosan érti a szöveget, és tudja, hogy miről olvasott, egész egyszerűen másra válaszol, mint amire kellene. Nos, lehet, hogy a te esszéd, amit írtál, nyelvtanilag tökéletes, nagyon sok és változatos szókincset használsz, és nagyon jól fogalmazol, de ha mégis, ha rossz választ adsz, és nem az adott kérdésre válaszolsz, akkor nem fogsz túl sok pontot kapni erre az esszére. Ezért én azt szoktam javasolni, hogy olvasd el a kérdést legalább kétszer, tehát legalább két alkalommal nyugodtan, és karikázd be, vagy húzd alá a legfontosabb instrukciós szavakat. Tehát karikázd be, és húzd alá, hogy pontosan mit kell csinálnod abban az adott esszében. Harmadik számú probléma. Nem válaszolsz mindegyik kérdésre. Nos, soha ne hagyj ki egyetlen kérdést se a nyelvvizsgán azért, mert nem tudsz el válaszolni. Ez különösen igaz az úgynevezett feleletválasztós
vagy multiple choice kérdésekre. Lehet, hogy nem tudod a helyes választ az adott kérdésre, de csökkentheted az opciókat azzal, hogy kiszűröd azokat, amikről biztosan tudod, hogy helytelenek. Tehát leszűkíted a lehetséges válaszokat, például 4-ről 2-re. Lehet, hogy így is tippelned kell, mert fogalmad sincs, hogy a maradék 2-ből melyik válasz lesz a helyes, de legalább 50%-nyi esélyed van arra, hogy eltaláld a helyes választ. 4. Teljes esszét akarsz írni időszűkében. Elképzelhető, hogy a vizsgán a stressz helyzet miatt rosszul gazdálkodtál az időddel, és nem tudsz olyan részletesen kidolgozni egy esszét, mint ahogy szeretted volna. A legrosszabb, amit ilyenkor tehetsz, az az, ha ennek ellenére megpróbálsz egy teljes és részletes esszét írni, amit a felénél vagy a harmadánál abba hagysz. És akkor ott van a vizsgáztató, és látja, hogy te nagyon szépen elkezdted az esszét, és vége szakad a harmadánál, és majd ő találja ki, hogy hogyan folytathatnád. Nos, ebben a helyzetben én azt javaslom neked, hogy írj oda vázlatpontokat azzal kapcsolatban, hogy mit szerettél volna még elmondani az esszéd maradékában. Ez lehet, hogy nem lesz szép, lehet, hogy nagyon bután fog kinézni, hogy az esszé első harmadában teljes mondatok vannak, utána pedig csak vázlatpontok, de így a vizsgázó legalább láthatja, hogyan nézett volna ki a teljes esszéd akkor, hogyha egy kicsivel több időt lett volna, mit írtál volna még abba az esszébe, ha nem futottál volna ki az időből. És így is sokkal több pontot fogsz kapni rá, mint hogyha felénél abba hagyod. És végül az 5. problémakor túl korán befejezed a vizsgát. Lehet, hogy olyan jól sikerült a felkészülés a vizsgára, hogy nem is használtad ki a teljes rendelkezésre álló időkeretet, és ilyenkor általában nagyon sok diák fellélegzik, nem is volt olyan nehéz ez a teszt, előbb végeztem vele, és 15 órával, 20 perccel vagy 1/2 órával korábban beadja a tesztet, és szépen kisétál a teremből. Most tudnod kell, hogy ha egyszer kimész, akkor már nem mehetsz vissza, tehát ha még eszedbe is jut egy jobb válasz, vagy egy jobb mondat, nem fogod tudni beírni a vizsgádba. Ezért én azt javaslom neked, hogyha korábban végeztél, mint ahogy tervezted, és rendelkezel extra idővel, akkor mindenképpen arra használd ki ezt az extra időt, hogy még egyszer átnézed a saját tesztedet friss szemmel. Ez nagyon fontos, friss szemmel. Mit jelent ez? Na most a diákok többsége hajlamos arra, hogy tévedhetetlennek hiszi magát, tehát még hogyha szimulálja is azt, hogy ő átnézi a saját tesztjét, tulajdonképpen nem igazán keres abban hibákat. Ezért én azt szoktam javasolni, hogy tegyél úgy, minthogyha egy barátod tesztjét, vagy egy barátod vizsgáját javítanád, aki megkér téged arra, hogy nézd át az ő tesztjét. Ezzel a mindsettel, vagyis ezzel a hozzáállással sokkal könnyebben fogod észrevenni az esetleges hibákat, mint hogyha csak szimplán még egyszer átolvasnád a saját mesterművedet. Nos, én köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy tudsz majd belőle profitálni. Kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle tanulni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!